Sok szeretettel köszöntök mindenki, Győrből Meronka Péter vagyok, ez pedig itt az NB1-es női labdarúgó csapatok téli teremtornája, ahol a Ferencváros kivételével mindenki itt van a Jetszó ligából. A zöldfehérek nemzetközi tornán vesznek részt, ezért nem lehetnek itt, helyettük a szegedieket hívta meg a Magyar Labdarúgó Szövetség. Gerő János operatőr kollégámmal arra vállalkoztunk, hogy végigkövetjük a hétvége eseményeit, és nem csak megmutatjuk az összes gólt, hanem felidézzük a torna legfontosabb történeteit. Most ez következik egy órában, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! A bajnokságban elfoglalt helyezés alapján osztották két csoportra a csapatokat, mindenkinek 6 mérkőzése lesz. Sok lehetőségünk volt arra, hogy terembe edzünk, mert lényegében a Füre nem lehetett menni, és nagyon sok csapat van az Etóban, tehát sokszor kényszerültünk terembe, de mivel ez sokkal kisebb terem, és 4-4-be tudtuk játszani, így nagyon nem készültünk erre a tornára, az is inkább ilyen fizikai felkészítés volt, mint arra, hogy erre a tornára készültünk volna. Nem mondanám, hogy első számú esélyesek vagyunk, hiszen nagyon megfiatalodtunk. 6 játékos ment el tőlünk, és lényegében senkit nem igazoltunk. Egy kapust hoztunk, Gyuláról Csontos Anettát. Szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy egyedül NB2-es csapatként ránk gondoltak, hogy részt vegyünk ezen a tornán. Ilyen rész célokat tűztünk el a tornára. Nyilván egy új csapatot építünk, van nekem egy másik fajta mentalitásom, mint az előző érába, ezért nyilván szeretnénk, hogy a megfelelő kommunikáció történjen a pályán, a test-testelni harcokat szeretnénk viszont látni, valamint nyilván fizikális felkészülésben, arra vagyok kíváncsi, hogy hol tartunk. A házigazda és az újonc csatájával kezdünk, tehát az Eto FC Győr csapatában immár Horváth Tamás újra a vezetőedző Lenzsér Zsolt volt az ősz nagyobbik részén, és láthatjuk, hogy külföldi játékosok nélkül a győriek. Cserenko Szabolcs után Hódi Mihály az edző Szegeden, az NB2 keleti csoportjának lista vezetője, azzal a céllal érkezett, hogy megpróbálja megnehezíteni a nagyok dolgát. Süle Dóra, a tavalyi szezon gólkirálya pedig, legalábbis ami a téli teremtornát illeti, hiszen ő volt 3 góllal a leggólerősebb játékos, már is megkezdi a gólgyártást, és ő lövi a mérkőzés első gólját. Egyszer 12 perc, és mindenki játszik mindenkivel kétszer a csoporton belül, így alakul majd ki a végeredmény, keresztbejátszások és a végén helyosztók. Ez a torna lebonyolítási rendje. Sárosi Csilla is betalál, így aztán 2-0 lesz a végeredmény. Mindez azt jelenti, hogy jól kezd az Eto. Két nagy ellenfel lesz várható ebben a csoportban, a Haladás Viktória, illetve az Astra, ők egymás ellen mutatkoztak be. Kialakítottam a sorokat, igazából ugye február 24-én egy elinduló bajnokság, akkor vagy 25-én igazából olyan a helyzetünk, hogy eldől a sorsunk, tehát arra kell koncentrálnunk, arra kell készülni, de azért jó beillesztettük a felkészülésünkbe, örülünk neki, nagy örömmel jöttünk el. Lesz egy erősebb sorunk, és lesz egy olyan, akitől azt várom, hogy tartsa az eredményt. Ez most a sérültek, meg ugye a helyeken nincs, nem tudunk két azonos erős sort kiállítani. Ez az egyszer 12 perces futóórás játékkal, ez nagyon-nagyon rövid játékidő, azt kell, hogy mondjam, itt bármi megtörténhet, tehát a legnagyobb meglepetések is megtörténhetnek. Ez a szépség és ez az izgalma dolognak, bármiről fordulhat. Láttak labdát azért, mert alapozni labdával is lehet, de igen, fontos, tehát fáradtak az izmok, fáradtabban mozgunk. Nyilván ez jól illeszkedik a felkészülésünkbe is, szeretnénk a létező legjobban szerepelni, mint minden más csapat is. Az Astra csapatából a legolerősebb játékos Fogl Katalin hiányzik most az őszi szezonhoz képest, ami pedig a Haladás Viktóriát illeti. Heike Máhárt, mint hallhattuk, nincs itt, úgyhogy Simon Attilának ebből a csapatból kell főznie. 17 játékos nevezett egyébként az Astra, ők nevezték a legtöbbet, mert a 12 perc alatt gyakorlatilag bárki bárhogy cserélhet. Ez a szabály ezúttal is. Zöldben, ahogy megszokottuk, a Haladás Viktória, és narancssárgában láthatjuk az Asztrát. Meglepetésre Tálosi Szabina a center pozíciót foglalt el a Szombathelyektől. Ő ugye általában védőt játszik, akkor, hogyha a bajnokságot nézzük. Egy jó lövés Király Ramónától, aztán a túloldalon is egy bomba. Ezt Godvár Katalin reszette a kapura, de nem született gól. Asztra Haladás 0-0. Voltak tehát helyzetek, de gólokat nem láthatott a közönség, sőt igazából gólt sem, hiszen egy sem született. Egy pont kerül mind a két csapat neve mellé. Mi pedig idézzünk fel akkor a most látott két meccsből néhány pillanatot. Már is mutatjuk a csoport állását. Az Eto vezet, az Astra és Haladás pedig holtversenyben a második helyen. És akkor ismerkedjünk meg a B csoport csapataival.
Múlt héten kezdtük el a felkészülést, és hát ugye ez a teremtorna azért elég korán van, és hát úgy speciál nem készültünk rá, de hát volt egy-két olyan edzésem, amin azt mondom, hogy a technikai részbe belevontuk azt, hogy játszottunk egy ilyen kis palánkos focipályán, de a cél az, hogy élvezzék a lányok a játékot, élvezzék azt, hogy amit csinálnak, azt jól csinálják, és akkor hát majd meglátjuk, ugye itt a palánkos focináit bármerre pattanhat a labda, kijöhetünk jó belőle, rosszul, tavaly jól jöttünk ki belőle, idén majd meglátjuk. Természetszerűleg a képességek azok nem változnak meg ilyen tekintetben, attól függetlenül, mivel kis területen nagyobb létszámba veszünk részt, így nagyobb a szansz arra, hogy esetleg szorosabb mérkőzéseket tudunk játszani. Négy játékos a influenzás egyébként az újpestieknek, úgyhogy ők kisebb kerettel érkeztek. Méri Rita nincs a csapatban, és Szőcs Rékát is csak olvashatjuk, de egyébként nem lép pályára. Az MTK két kulcsembere ezúttal a lelátóról figyelte a többieket, hát természetesen ők az esélyesei ennek a fővárosi rangadónak. És akkor Fehérben az MTK, Lilában pedig az Újpest, és az MTK már is megszerzi a találkozó első gólját, és már is jöhetne a második, de Szabó Zsuzsa lövése levágódik az egyik védőről. Véglás Viktória révén egy tulajdonképpen vészkapus, mert hogy Finyi Réka nem tudta vállalni a találkozót. Lesz, amikor látjuk majd a pályán, de itt még nem volt teljesen rendben. Egy keresztbe előtt labda, és aztán megnézhetjük a kapus szemszögéből, hogy mit látott. Hát beakadt a hálóba. Olá Adrián lövése. Füle Dóra figyeli a lelátóról, hogy ki lesz majd a konkurencia a gól királyi címért. Itt pedig akkor, amikor szinte véget ér a mérkőzés, akkor végképp bebiztosítja a győzelmet az MTK együttese. Összességében négyet lőnek. Egy percig nem volt kérdéses a sikerük. Csányi, Olá, Szabó és Papp a négy gólszerző az MTK-nál. A Kóka és a Diós Győr van még a csoportba. Nézzük akkor ők milyen céllal jönnek. Az ugrás a sötétben, meglátjuk mi lesz. Nagyon-nagyon fiatalok, eddigben nagyon fiatalok vagyunk, de ide most kimondottan nagyon sok fiatalt hoztunk, tehát igazából nem különösebb eredmény célra jöttünk, jót játszani jöttünk, természetesen mindent meg fogunk tenni, minden jobb szereplési helyet fogunk állni, én azt gondolom, közvetlen célok nincsenek. Hát ez egy, inkább azt mondom, egy jó kikapcsolódás itt a monoton felkészülési időszakban, amikor igazából egy kicsit feszültebb edzésprogramban dolgozunk, kicsit keményebb munkát végzünk. Mindenképpen mi már pénteken megérkeztünk, és ennek a túrának a lényege, hogy egy kicsit jobban összehozzuk az új játékosokat a régekkel, és tulajdonképpen csapatépítő programon vagyunk. Mi nagypályás bajnokságra készülünk, ami február 24-én indul. Mi eljöttünk ide, hogy játszunk egy jót, és még egyszer mondom, tényleg csak a csapatépítés az a lényeg, hogy 3 napot most együtt tudunk lenni, esténként programokat tudunk csinálni, Győr nevezetességét meg tudjuk nézni. Tulajdonképpen itt ezért vagyunk itt. Külföldiek látják az országnak a nyugati részét is, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit más nekik és jó élmény. Fóri Sándor csapatában, tehát a Diós Győrieknél láthatjuk, hogy itt vannak a kulcsemberek az idegen légiósok közül. Oliveira Markovics a leggólerősebb játékos. A Kóka csapata pedig a szokásokhoz híven fiatal korosztályos válogatottakkal teli. Meglátjuk, hogy mire mennek egymással szemben. Piros-fehérben a Diós Győriek és sárga-feketében vagy halványzöld-feketében, kinek éppen milyen színkódja van, a Kóka csapata. Ugye a Diós Győrnek lesz majd fontosabb a bajnokság abból a szempontból, hogy részben a saját kezükben a sorsuk, hiszen az újpestiek otthonában azért van egyfajta kötelező győzelem számukra, utána pedig a haladás Viktóriát fogadják. Ezzel a 6 ponttal akár már ki is lehet harcolni. A felsőházi rájátszástól a Ferencváros mellett az MTK-nak, illetve az Etónak a hely azért biztosnak tűnik, bár matematikailag mind a két csapatotól lehet érni, de 3 forduló van vissza ebből a körből. Diós Győr, Kóka nem született gól, úgyhogy volt idő egy picit mesélni arról, hogy mi is történik a nagypályán. És akkor egy-két pillanat után mindjárt nézzük itt is, hogy hogy áll a tabella. Hasonlóan a másik csoporthoz 3 együttesnek már van pontja a téli teremtornán. A B csoportban a címvédő MTK vezet, a Diós Győr és a Kóka pedig a második és a harmadik helyen áll holt versenyben. Na és akkor nézzük a második kört, most már valamennyi csapatot láttunk, és most már egy kicsit talán a csapatok is fölmérték egymás erejét.
Az Eto szurkolói most is itt vannak és biztatják a kedvenceket. Az NB1-es góllövelista illavas a sipos lövése azonban kijön a kapusról, az ismétlés viszont már bent van. Süle Dóra szerzi ennek a találkozónak is az első gólját. Úgy tűnik, hogy nagyon szereti Süle Dóra az, hogyha kis pályán is lehetőséget kap és betalál. Öreg Szinti, a Süle Dóra korábbi csapattársa, éppen Győrből igazolt Szombathelyre, ő egyenlít. Egy hatalmas lövés, ami Tóth eresztett, meg elment keresztbe. Váltakozva helyzet itt, helyzet ott, Kovács Laura éppen befér még a sarokba. A védő lövi a találkozó harmadik gólját. A korábbi évben egyébként kisebb volt a kapu, és kisebb volt a pálya is, és ezen mindenképpen változtatni akart a női bizottság, hogy szórakoztatóbb legyen a játék, és úgy tűnik, hogy ez már most bevált, hiszen elkezdtek potyogni a gólok. Egy fejes! Nem sikerül az egyenlítést, Álosi Szabina csúsztatta meg a labdát. És aztán Bíró Barbara megint. Ugye a nagy pályán jól, az a kis pályán is, 2-1 lett a vége. Az Eto 2-1-re legyőzte a haladás Viktória csapatát, így 100%-osan vezeti a csoportot. Az Astra pedig az FC Szent Mihály ellen szerezheti meg az első győzelmét. Érdekes módon elsősorban olyan jó 20-22 méterről tüzeltek leginkább, aztán egy kicsit lopták a távolságot és közelebb mentek. Sok helyzetet dolgoztak ki, de nem sikerült gólt szerezni. A Szeged megszerezte az első pontját. Most pedig hallgassuk meg Kovács Larvát arról, hogy mit gondol arról, hogy ilyen sokan szurkolnak az Eto csapatának. Szerintem nagyon segíti ez a csapat teljesítményét, nagyon örülök ennek, hogy kijöttek ide is, ahogy a bajnoki mérkőzéseinkre is rendszeresen kijárnak. Jól sikerülnek eddig a meccsek, 2 meccs, 2 győzelem, és még gólt is szereztél. Igen, elég jól sikerülnek, szerintem nagyon jól játszik a csapat, örülök, hogy szereztem gólt. Szerintem oda tudunk érni a döntőig. Hát az MTK igen, nagyon jó formában van, tavaly is így voltunk vele, de remélem, hogy sikerül megnyernünk. Két forduló után az Astra még nem szerzett gólt, igaz nem is kapott, így a második helyen áll. Az Eto pedig ellépett a többiektől. És akkor jön az MTK, illetve a Kóka csatája, ahol bizony nem kellett sok, mindössze 6 másodperc, hogy Demeter Réka bevegye a Kóka kapuját. Picit elbambultak a lányok a kezdésnél, és ezért lehetett az, hogy gyakorlatilag átgázolt az MTK pillanatok alatt, és magához ragadta a kezdeményezést. Aztán egy kipattanó labda, egy apró kapusiba, és ezt használják ki a fehérmezesek. Mátyás Noémi lövi a második gólt. Igazán nem panaszkodhattak a kapusok, hiszen jött lövés bőven a kapura. Egy tiszta lövés Csányi Dianától. Már is 3-0. Tavaly az Eto ellen vívta az MTK döntőt, és nagyon úgy fest, hogy ez a két csapat most is kiemelkedik a mezőnyből. Az MTK másodszor is nagyobb különbséggel nyer, ezúttal a Kóka bánta mindezt. A Diós Győriek pedig az újpestiek ellen szerezhetik meg az első győzelmüket. Továbbra is Véglás a kapuban az újpesti csapatból, és hát foglalkoztatják rendesen Fóri Sándor csapatának játékosai. Ez jó lövés, ott belepiszkál még valaki, és így megy be a kapuba. Markovics lövi az első gólt. Vezet a Diósgyőri együttes. Amint hallattuk, korábban érkeztek azért, hogy egy kicsit csapatot is építsenek. És hát a csapatépítés, ez nyilván a győzelmek is sokat tehetnek hozzá. Többnyire ők birtokolták a labdát, és ők kezdeményeztek. Gabriele Veldman lövi a harmadikat, Olár volt korábban eredményes, és Kerekes is betalált. Nálunk a csapatban azért sokan vannak, akik futszáloztak, úgyhogy annyira nem idegen nekünk ez a pálya. Én személy szerint nagyon szeretek terembe játszani. Még el se kezdődött a meccs, de már gólt lőttél. Hogy jön ez ilyenkor ilyen gyorsan? Hál' Istennek rossz paszt adott az ellenfél, úgyhogy arra le tudtam csapni, és utána már csak be kellett fejeznem. A továbbjutás az mindenféleképpen ma az a célunk, és utána, hogyha eljutunk a döntőbe, akkor természetesen nyerjük is meg újra. Nézzük a B csoport állását. 6 pontja van az MTK-nak, 4 a Diósgyőrnek, egymás ellen játszanak. Miként a Kóka és az Újpest is, tehát lehet kapaszkodni azoknak, akik egyelőre hátrébb vannak. Túl vagyunk tehát a második fordulón. Egyelőre még nem lehetne megmondani 100%-os, hogy kijutott tovább, de az esélyesek már megvannak.
Jönnek akkor a rangadók, elsőként az A csoportot követjük most is, ahol az Eto az Astra ellen. Mindjárt egy helyzet marad ki az elején, és aztán elindul előre a 23-as mezben játszó Erdész Fanni, és nem megy hiába, szépen egyénileg megoldja, vezetnek a győriek. Godvár lő egy hatalmas gólt, Godvár Katalin a második gólja immár itt a tornán. Bizony nem unatkozik Szalai Fanni, az Eto fiatal kapusa. Különösen az Astra ellen általában a kapusok nem panaszkodhatnak, hiszen az Astra az, aki talán a legtöbbet lő kapura. És Krasztjanicset állította meg a kapus úgy, hogy jól mozdult ki. Egyértelműen most már azt lehet mondani, hogy átvette a játék irányítását az Astra együttese, és az Eto olykor kontrákban bízik. Egy óriási kapufa. Halászi Kinga talált el a felső lécet. Krasztjanics. Egy csel befelé. Sarokkal tovább. Ott a gól! Nem sok volt már hátra a mérkőzésből, amikor megszerzi a győztes gólt. Krasztjanics Csilla így 2-1-re legyőzi az Astra az Eto csapatát. Ez pedig nagy lehetőség akár a Haladás Viktori, akár a Szent Mihály előtt, hogy közelebb zárkózzon, hiszen ha valaki nyerni tud, akkor annak 4 pontja lesz. A Szent Mihály most egy helyzetben, de elcsipi a Szombathelyek kapusa a labdát. Öreg emelése, a kapufáról jön vissza. Kun Barbara. Egy kényszerű után a palánkot használják, még lenne egy befejezés, de aztán ebből még nincsen gól, ebből viszont már igen. Vezet a szombathelyi csapat, méghozzá a gárda egyik legeredményesebb játékos, a Siklér Kinga találatával, aki egy percen belül meg is duplázza az előnyt, és ezzel el is dönti a mérkőzést. Ugye hallottuk Simon Attilától, hogy lesz egy erősebb sor és egy gyengébb sor. Ez a sor most megtette magát, egy 2-0-ra nyert Haladás a Szent Mihály ellen. Szerintem az első két meccsből mindenképp azt jelentett, hogy nem használtuk ki a helyzeteinket, és ezáltal nem tudtunk gólt lőni, nagyon nehezen ment, de végre betaláltunk. Nagyon nagy önbizalmat ad az első győzelem, úgyhogy nagyon remélem, hogy innentől kezdve csak győzelem lesz. Te hogy érzed, neked hogy megy a játék? Én úgy érzem, hogy pörgök, megteszek mindent a csapatomért, és szerintem jól megy. Önbizalmat is kaptam, hogy végre betaláltam. Alapvetően alacsony vagyok, nem van a súlypontom, és én technikás játékosnak tartom magam, ezáltal nagyon-nagyon szeretek teremben kis pályán játszani. Nézzük akkor a csoportállását. 6-5-4, így áll az Eto, az Astra és a Haladás, ez azt jelenti, hogy itt még bármi lehet, hiszen két forduló van, mindenki játszik egymás ellen két alkalommal is. MTK Dió Győr a másik csoport rangadója. Az MTK, ha nyer, akkor tulajdonképpen olyan komoly előnyet tesz szert a többiekkel szemben, hogy akár már a csoport elsőséget a mai nap kivívhatja, hiszen az első nap 4 csoportmérkőzés vár a csapatokra, a második nap pedig a 2 csoportmérkőzés mellett a 2 helyosztó. Csak hogy Markovics révén most vezet a miskolci csapat, és az MTK-nak kapaszkodni kell, sőt, egymás után jönnek a helyzetek, az MTK kapuja előtt. Szőke Nagy Krisztina hosszan rúgja előre a labdát, többször is ebből a lecsorgókból próbál valamit keresni a Diós Győr ott elől, de nem sikerül növelni az előnyt. Sőt, itt egy emelés, másfél perccel a vége előtt Szabó Zsuzsa egyenlít, így aztán döntetlen pontot veszít az MTK, pontot szerez, vagy talán veszít a Diós Győr, attól függ, hogy honnan nézzük, mert talán közelebb voltak ők a győzelemhez. Kóka Újpest, az újpestiek eddig nem sok szerencsével jártak, talán itt a Kóka ellen van a legnagyobb esélyük. Most jól megforgatják az ellenfelet, és aztán ez emelés is szép volt. Andriska Renáta emelt kapura. Itt pedig egy gyönyörű nagy gól, és már is vezet a Kóka csapata. Ez azt jelenti, hogy az Újpestnek megint csak futni kell az eredmény után. A Kóka gólját egyébként Buzás szerezte, Buzás Kata. Bátran lőtek messziről, itt is láthatjuk a lányok, és aztán akár éles szögből is, vagy élesebb szögből, és ez 1-0, ugye ez bátor játékot kíván mindenkitől, hiszen itt kis pályán 5-6 másodperc alatt kialakulott helyzet. Más kérdés, hogy csak helyzet volt, gól több nem esett, 1-0-ra nyert a Kóka az Újpest ellen. Szabó Zsuzsát pedig meghallgatjuk, hogy
Mi hiányzott a győzelemhez a Diósgyőr ellen? Brusztos meccs volt, de erre számítottunk. Meg talán kicsit jobban kellett volna összpontosítani, meg letámadni, meg nem tudom, olyan, mint hogy kicsit elfáradtunk volna. Nézzük a B csoport állását. MTK 7 pont, Diósgyőr 5 pont, Kóka 4 pont, ez azt jelenti, hogy ez a három csapat küzd azért, hogy ott legyen majd az elején, nagyjából ahogy azt várni is lehetett. Túl vagyunk tehát a csoportmeccsek felén, kezdenek kialakulni az erőviszonyok, de még bárki odaérhet, hiszen három meccs van vissza, akár meg is fordulhat a sorrend. És akkor még az első nap végén lejátszották a visszavágót a csapatok. Az első mérkőzéshez hasonlóan Süle Dóra lövi megint az első gólt az Eto csapatában. Ez pedig Sipos Lilla találata. 2-0 a szegediek ellen. Hát viszonylag gyorsan elkezdte a gólgyártást az Eto csapata. Szent Mihályból Gut Renát az, aki most betalált. Ugye a 12 perc azt jelenti, hogy tényleg nagyon pörögni kell, itt nem érdemes pihenni. Pihenni majd a mérkőzés után lehet. Ahol ugye olykor csak 4 óra volt két meccse köze egy csapatnak, de olykor azért jóval több. Süle Dóra 4 góljával egyértelműen jelezte, hogy szeretné a gól király címet ezúttal is megszerezni. Amit pedig most látunk, az maga a csoda, Gál Bianca. Hát gyönyörű gólt szerzett a Eto fiatal játékos, a 21-es számú játékos, hogy megcsinálta a cseleket kis területen és bevágta a felső sorokba, gyönyörű volt. Ezúttal a kapus hárítja a lövését. Gyönyörű megoldásokat láthattunk mind a két nap. Ez pedig becsorog. Úgyhogy Sárosi állítja be a végeredményt, 5-1-re nyert az Eto a Szent Mihály ellen. De a Szent Mihály csapata is szerzett gólt, ami ugye azért mindenképpen fontos. Itt meg az első az Astra találata a haladás ellen. Godvár Katalin a gólszerző. Egy kicsit olyan volt itt ez a tornán, mint az Astra, mint egy orosz traktor, hogy nagyon nehezen indult el, de aztán mikor ment, akkor gyakorlatilag nem lehetett már megállítani. Kapaszkodni kellett bizony olykor kapusoknak, hogy elcsípjék, és aztán olykor szerencse is kell, mint itt a haladásnál Fábián Dóra lövésénél. Itt pedig Krasenics mehet most tisztán zicserben, ki tudja spárgázni azt a szombathelyi kapus. Ezt viszont már nem lehet. Gyönyörű gól, 2-0. Krasenics Csilla a második gólját szerzi. Mi pedig a riportot most Tálosi Szabinával hallgathatjuk meg, aki normál állapotban ugye hátvéd, most azonban centerként játszott. Azt én sem tudom, hogy mi történt, oda raktak, úgyhogy most ezen a poszton kell teljesítenem, de igazából teremben ugye nincsen olyan, hogy fent játszunk, előjátszunk, tehát ha valaki fellép, akkor valakinek vissza kell menni. De örülök, tetszik ez a poszt, én edzésen is nagyon sokszor fent szoktam játszani, akkor ilyen nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ilyen rejtett vágyokat élek ki, szeretek ugye gólt szerezni, úgyhogy ma ott kell teljesítenem. Az A csoport állása 4 forduló után is az első nap végén az Etónak 9, az Asztalának 8 pontja van. A haladásnak lehet, hogy 2 győzelem is kevés lehet, hogy bejusson az elődöntőbe. Nézzük a másik ágat. A B csoport MTK Újpest találkozójával az MTK abszolút az esélyes, de az újpestiek szereznek vezetést. Ez azért némiképp azt gondolom, hogy meglepetés. Méghozzá Véglás Viktória, aki kijött a kapuból, nem hiába jött ki, azonnal bevette az ellenfél kapuját. Csak hogy jött az MTK-ból és egyenlített Turányi Lilla. Tóth Barbara indul. Szép lövés, csak a kapufán csattan a csapatkapitány Pinci Anita. És aztán egy érdekes jelenség, nevezetesen egy Vasas nevű játékos szerzi meg a vezetést az MTK-nak az Újpest ellen, de csak eddig tartott az a vezetés, mert Molnár Rózsa kiegyenlít 2-2. És akkor, amikor már csak 2 perc volt hátra, akkor egy
Szerencsétlen gól, és újra az MTK-nál az előny, és innentől már nem volt megállás. Kicsit kinyílt az újpesti csapat, az MTK pedig kontrázni is tudott, és ráadásul nem volt szerencséje sem az újpestieknek, hiszen az imént látott öngól azért mindenképpen a pekhes kategóriába sorolható. A végeredmény pedig Olá Adrien állította be, így aztán 5-2 lett a vége. Horváth szerezte egyébként az öngolt. Diósgyőr Kóka meccs, a Kókának kell mindenképpen a győzelem, és úgy is kezdett Berle Attila csapata, hogy megpróbálja megszerezni a vezetést, és ezzel egy kicsit irányítani a játékot. Egy eladott labda után ez most egy óriási zicser, Szőke Nagy, és a hárítás után az ismétlés pedig fölé megy, pedig tulajdonképpen üres volt a kapu. Az első lövése már is utat talál a hálóba a diósgyőrieknek. Szándó Bianca. Kerság teszi hátra Szőke Nagynak, most megint nagyon sokan vannak elől a Kóka játékosai közül, és ez egy 3-2-es tiszta zicser lehet a túloldalon. Meg is van a gól. Markovics 2-0. Hát igen, ha kockáztatni kell, akkor bizony kialakulhat ilyen helyzet. De muszáj nyílt sisakkal játszani. Le a kalappal a Kóka csapat előtt is, hiszen mindent megpróbáltak, itt Papluca lőtt. A Diósgyőr azonban egy idő után végleg eldöntötte a mérkőzést. Bukovszki Mónika lövi a harmadikat. Ez is bent van. Corina Olár 4-0. Magabiztos diósgyőri siker tehát. Kapusunk lesérült, és sajnos én vagyok a második számú kapus, de próbálok mindent megtenni, azért, hogy a csapatnak minden jó legyen. Nehéz meccsek voltak eddig? Úgy gondolom, hogy igen, de remélem most már sokkal jobb lesz és könnyebb. Kint játszott, tehát mezőnybe gólt is szerzett, a kapuban is parádézik. Jár a piros pont véglás Viktóriának, de az Újpestnek egyelőre még pontja nincsen. Most pedig megnézzük innen a kapus szemszögéből, hogy milyen volt két mérkőzés is a negyedik fordulóból. Jön akkor az ötödik forduló, Eto haladás, az utolsó szalmaszál, meg tud-e kapaszkodni ebbe a szombathelyi csapat, vagy az Eto meg tudja szerezni akár véglegesen a csoport elsőséget. Persze ez az Astra hibája is kell. Hát, ahogy a korábbiakban Süledóra a vasárnapi program első gólját is gólkirály jelölt, megköszönhetjük. És megduplázódott a kemény mag is. Az Eto szurkolóknál sokszor egyébként idegenben is elkísérik a csapatot, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni valamennyi mérkőzésen. Tálosi sokat próbálkozik, sokat van a játékban, itt pedig Csötönyi bíró hárítja a lövését. Kun kapja vissza a labdát, ez most egy jó lehetőség, de odaér Kovács Laura jó becsúszással. És akkor, amikor már csak 20 másodperc van vissza, Kun Barbara egyenlít, már úgy tűnt, hogy felszabadult a kapu, de nem, így aztán a haladás döntetlenre végez az Eto ellen. Persze, hogy mire lesz ez elég, ahhoz kell az, hogy a Szent Mihály meglepetést szerezzen, és valahogy az Astrát megszorongassa. Hát ez nem lesz egyszerű, mert hogy már is vezet az Astra csapata. Hősiesen védekeznek a szegediek, aztán olykor letámadnak és megpróbálnak labdát szerezni. Jó volt a lövés, csak hogy a kapus elcsípte Temesvári labdáját. És közben már 2-0. Újabb gólt kapnak a szegediek, akiknél egyébként Zimány Kovács Anikó és Szil Tünde hiányzik a őszi csapatból. Ugye vezetik az MB
kettőnek a keleti csoportját, és ez a két játékos 26 gólt lőtt, a két legeredményesebb játékosról beszélünk, úgyhogy mindenképpen érzékeny veszteség lehet. Az Astra pedig ma nem úgy indul, mint a szombati játéknap, hiszen egymás után lövik a játékosaik a gólokat. Nagyon sokszor szereznek labdát már az ellenfél tér felén, és bizony megmozgatják a szegedi kapust, úgyhogy Tóth Zsuzsának bizony sokszor kell bizonyítania. Nincs mindig szerencséje, Mészáros Dalma piszkál bele a lövésbe. És itt a végén már egy picit úgy érezték, azt gondolom a szegediek, hogy jó lenne a véget érni a mérkőzés. Gerb Mónika azonban nem így gondolja. És hogy egy csapdába hányszor lehet belesétálni? Hát, majdnem kétszer. Mert a középkezés után egy újabb labdavesztés volt. 6-0, a legnagyobb különbséget a tornán eddig ez a meccs hozta. Hát mindenképp úgy akartuk kezdeni ezt a mai napot is, hogy győzelemmel kezdünk. Hát fontos is volt. Az Etóval igazából most kb. Egára árunk. Igazából ott fog eldönni, hogy ki fog első vagy második helyen tovább jutni. Ez a mai nap még fontosabb is, mint a tegnapi, tehát úgy érzem, hogy én is és a csapat is 100%-osan kész a döntőbe jutásra. És hát a csoport állásánál változás, az Astra győzelmével átvette a vezetés az Etótól, így a döntetlen nekik jó a zárófordulóban. Lesz-e meglepetés a másik ágon? A Kóka tud-e szépíteni a helyzetén az MTK-nak? Tulajdonképpen a győzelme azt jelenteni, hogy már biztos elődöntős, bár alig, hanem a Kóka lehetőség az inkább matematikai. Varga Luca védett. Varga Luca az MTK kapusa volt tavaly a legjobb kapus, és Németh Loretta az Etó csapatából pedig a legjobb mezőnyjátékos. Nem hozott gólt, tehát az MTK-Kóka mérkőzés. Ez azt jelenti, hogy a Diós Győrnek is lesz lehetősége, hogy előzzön, hiszen egy győzelemmel pontszámban befogja az MTK csapatát, és a szabályok úgy mondják ki, hogy az a csapat van előbbre a csoportba, akinek jobb a gól különbsége. Tehát nem az egymás elleni eredmény számít, bár ugye esetünkben az még csak egy-egy, hanem a gól különbség, aztán a több rúgott gól, a győzelmeknek a száma is csak utána jön az egymás elleni eredmény, úgyhogy ez mindenképpen döntő lehet, és 4 gólos különbséget kell kialakítani legalább a diósgyőrieknek, ahhoz, hogy ők legyenek a csoport élén, és elég legyen egy újabb döntetlen az MTK ellen a csoport győzelemhez. Ez a 4 gól pedig ebben a pillanatban van meg, 4 perccel a vége előtt Vakter Fanni, a korosztályos válogatott játékos bepöcköli a labdát a kapuba. 4-0-ra nyert, tehát a Diósgyőr az Újpest ellen. Az elején kicsit váratabbak voltunk, ugye a tegnapi nap sokat kivett belőlünk, de megtettünk mindent a még tegnap este, hogy kipihenjünk már, és hát ennek sikeredett. Gyakorlatilag egy surranó pályán beütetek most az első helyre, ti vezetitek a csoportot. Nem számítottunk erre, megmondom őszintén, de nagyon örülünk neki. Kellett hozzá szerencse is, de hát most így sikerült, szóval nagyon boldogok vagyunk. A B csoportban is változás tehát az élen, hiszen a Diósgyőrnek plusz 11, az MTK-nak pedig plusz 10 a gól különbsége. A Kóka pedig a harmadik helyen áll. Hát nagy változások, de hát egymás ellen játszik a két listavezető mind a két oldalon, úgyhogy most fog eldőlni majd, hogy ki milyen pozícióból jut tovább. Haladás Viktória Szent Mihály meccsel kezdünk. Elsőként tehát az dől el, hogy milyen szájézzel zárja ez a két csapat a csoportot. Egyik csoportban sem lehet már változás a harmadik, illetve a negyedik helyen. Olyan különbség alakult ki a két csapat között. Nem változhat meg a sorrend, de nyilván nem mindegy, hogy milyen eredménnyel végez ez a két csapat, hiszen akár még majd egymás ellen is játszhatnak a helyosztón, hiszen keresztbejátszás van az 5.-8. helyért is, illetve az elődöntőben is. Érdekesség egyébként, hogy a tavalyi esztendőben egyetlen egy csoportgyőztes sem tudott bejutni a döntőbe, ezen most nyilván más, hogy szeretnék a csapatok, itt pedig Tálisi Szabina a gólszerző, és ezzel a góllal nyer a Haladás Viktória a Szent Mihály ellen.
feketében az Astra, és fehér-fekete-zöld kiegészítővel az Eto FC Győr. Ugye a két csapatnak a legutóbbi mérkőzésén többnyire az Astra dominált, és ő alakított ki több helyzetet, és ettől függetlenül szerencsés körülmények között nyertek, hiszen csak pár másodperc volt már vissza a végéig. Erdész Fanni jól teszi tovább, ott a helyzet, nincs azonban befejezés, és nincs gól sem, kevés helyzet volt. Nem tették igazán próbára a kapusokat most. Egész jól játszott a csapat, nagyon küzdöttünk. Igazából brusztos meccsre készültünk, az is lett a végén, volt rengeteg helyzetünk. Hát jobban élni kell a lehetőségekkel, és akkor talán gólokat is tudunk majd érvényesíteni. Neked volt kritikus pillanat ennek a meccsnek? Mert úgy láttam, hogy nagyjából sima volt abból a szempontból, a védekezés jól megszerveztétek. Úgy érzem, hogy teljesen, amit megbeszéltünk az öltözőben, azt tudtuk hozni, teljes mértékben segítettek a csapattársaim, úgyhogy nem hiszem, hogy volt itt lábra megés a vége felé sem. Már is mutatjuk a végeredményt, az A csoportot, tehát az Astra nyerte meg 12 ponttal, az Eto 11 ponttal a második, a Haladás a harmadik és a Szent Mihály a negyedik. És akkor a másik csoportban Újpest-Kóka találkozóval indulunk. Ugye itt is már eldőltek a helyezések, csak az a kérdés, hogy lesz-e komolyabb sikerélménye valamelyik csapatnak. A Kóka tud esetleg valami nagyobb különbséggel nyerni, az Újpest meg tudja szerezni az első pontját. A Kóka előtt minden nagy helyzetek, közben láthatjuk, hogy Véglás visszakerült a kapuba, mert az újpesti kapus ugyan beállt két fordulóra, de aztán nem tudta tovább vállalni sérülés miatt a játékot. A Kóka az, aki nagyjából próbált irányítani a játékot. Török lövése. Újra török Kitti. Ezt is elvállalja. Véglás Viktória. Ezt is elcsípi. Aztán egy hosszú indítás. Éles szögből a kipattan után még ott lehet a helyzet, de ott Eszter hiába terem ott. Nem tudja befejezni az akciót. Nem született tehát gól, az Újpestnek viszont így most már van pontja. Az MTK Diósgyőr mérkőzés viszont hamar beindult a gólgyártás. Másfél perc után az MTK játékosa Mátyás Noémi szerezte az első gólt. A túloldalon Varga Luca hárítja a lövést, és itt van a második is. Három perc után Szabó Zsuzsa is betalál, ez azt jelenti, hogy innentől az MTK már kényelmesen játszhatott, és őrizhette az eredményt. Éles szögből jön a harmadik, Csányi Diana. 3-0. Ahogy az előző mérkőzésen a Diósgyőr jól irányított, és az MTK egyenlítő gólya nem volt annyira benne, de végül sikerült egyenlíteniük. Itt most a fővárosiak simán nyertek 3-0 arányban. Brusztos meccs volt, azt mondom, de igen, megérdemelten győztünk, én azt látom, jobbak voltunk talán egy kicsivel. Eto jön most, ugye a tavalyi döntőnek az ismétlése. Hát igen, kemény meccs lesz, de bízunk benne, hogy nyerni fogunk. Mi történt egyébként, majd nehezebben indult ez a nap? Hát én azt gondolom, hogy nincsen probléma, vereséget nem szenvedtünk, most koncentrálni kell. Az A csoport. A B csoportot tehát megnyerte az MTK, méghozzá a Diósgyőr csapata előtt. És akkor hamarosan következik egy interjú Juhász Anitával, az MLS női szakág vezetőjével, hogy picit értékelje az eddig látottakat, beválnak-e azok a célok, amit megfogalmaztak a torna előtt, illetve belenézünk a legkisebbek, a 7-9 éveseknek a bemutató mérkőzéseiben. Ima az elődöntő párosítása, Astra Diósgyőr MTK Eto. Hamarosan ezzel folytatjuk. Nem titkos célunk, hogy a nagypályás szabályokhoz egy kicsit közelítsünk, és ennek érdekében a pályaméretet megnöveltük, tehát 25x45 méteres pályán játszanak a csapatok, a kapuméret is nagyobb. Ezáltal sokkal látványosabb mérkőzéseket láttunk, gólgazdagabb mérkőzéseket.
Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésében 2016 óta léteznek kiemelt képzési központjaink. Itt a kiemelt képzési központoknak ugye előírás, hogy Bozsikban, illetve a legalacsonyabb korosztályban is kell működtetni csapatokat. Az ő működésüket szerettük volna bemutatni. Az ETO és a Pápa legkisebb Bozsik korosztályú csapatait láttuk. Óriási nagy közönség sikert aratva. Úgy gondolom, hogy láttuk, hogy van utánpótlása a női labdarúgásnak, és aki látta, hogy mennyire élvezik ezt a játékot, úgy gondolom, hogy nincs okunk az aggodalomra. Adós vagyok még a játékvezetők bemutatásával. Furman József, Horváth Zoltán és Zám Zsolt volt az a három játékvezető, akik közül egyszerre ketten mindig figyelték a mérkőzést, egyikük pedig pihent. Tóth Alexandra helyzete volt a legnagyobb az első mérkőzésen, de miután nem született gól, ezért jöhettek a büntetők, 3-3 büntető a szabályok értelmében, és így már megvan az újpestieknek a vezető találata, csak hogy nem tartott sokáig, Tóth Alexandra ugyanis már is egyenlíteni tudott. Ez viszont megvan Bíró Barbarának, Molnár Rózsa kihagyja, így Tálosi Szabina vezetéshez juthatja a zöld féreket, és meg is teszi. Véglás ezúttal ítélet végrehajtó, be a léc alá, oda, ahova kapus nem érhet oda, de miután nem tud hárítani, Siklér Kinga is betalál, így 3-2-re nyer büntetőkkel a haladás Viktória, és így a papírformának megfelelően ő játszhat majd az ötödik helyért. Kóka Szent Mihály Szeged a másik mérkőzésen. Megmutatjuk mind a két gólt, kettő is esett, és mind a kettőt a Kóka csapata szerezte. Így alakult ki a végeredmény, ott, illetve Zágonyi szerezte a két találatot, így az ötödik helyért a Kóka játszott majd a haladással, a Szent Mihály pedig a hetedik helyért az újpestiek ellen mutathatja meg a tudását. Ez pedig már az első elődöntő, a Diósgyőr, illetve az Astra egymással szemben, és egy óriási góllal nyit a diósgyőri csapat. Markovics, aki kitűnő egyéni játékban és a csapatjátékban is bevette a kaput, itt sikerül hárítani nagy nehezen Szőke Nagy Krisztinának. Mandineről lepatonó labda után az ismétlés már bent van, sikerül az egyenlítés, és itt is büntetők jönnek majd. Egy-egy után tehát jönnek a büntetők, először Szőke Nagy Krisztál a kapuba, és megfogja a lövést. Nem tudja belőni Godvár Katalin, és a játékos sérülte váló Szőke Nagy Kriszta így a meccs hőse lehet. Pláne így, hogy megvan azonnal az első gól a diósgyőriektől, ez is kimarad. Halász Kinga sem talál be, ez azt jelenti, hogy ha Markovics belövi, akkor 2-0 és nincs tovább. Elmozdul a kapus Farkas Katalin, Markovics pedig betalál. Ez azt jelenti, hogy továbbra sincs csoport első a döntőben. Tavaly a Ferencvárosnak, illetve a Viktóriának nem sikerült bejutni, most az Asztrának nem sikerült csoport elsőként. Szőke Nagy Krisztina pedig a meccs hőse, de hogy a döntőre hogy drótozzák össze, az egy másik kérdés lesz majd. Az Astra tehát büntetőkkel marad alul a diósgyőriekkel szemben. Ez pedig a másik elődöntő, ahol az ETO ki más, mint Süle Dóra góljával vezetéshez jut az MTK-val szemben. 2-0 volt a tavalyi döntő, akkor Turányi és Pinci góljaival nyert az MTK. Kipattan a kapusról a labda, Szalai, aki csúcsformában védett az egész tornán, és talán az egyik legjobbja volt az ETO-nak, most egy picit talán hibázott, és ezt azonnal ki is használták a kékfehérek, akik már ebben a pillanatban a vezetést is megszerzik. Szabó leginkább ő van közel Süléhez, hiszen most már 4 gólos akár csak Markovics, Pinci Anita pedig szabadrugásból csavarja be, 3-1, és ezzel tulajdonképpen már szinte eldőlt ez a mérkőzés. Az MTK szinte az összes helyzetét gólra váltotta ezen a találkozón. Az írja a pontot, Demeter Réka teszi fel, és ennek következtében 4-1 arányban győz az MTK csoport elsőként, tehát ott van a döntőben. Nagyon sok szituáció volt, amiben részt kellett vennem. Hát örülök, hogy pozitívan jött le ez több embernek,
úgyhogy örülök neki nagyon. Nagyon kell figyelni, mivel sokkal gyorsabb a játék, és nagyon gyors a labda is, úgyhogy sok mindenre oda kell figyelni. Szalai Fanni lőtt le a kalappal, itt pedig láthatjuk a párosítást, hogy az utolsó mérkőzéseken ki kivel találkozik majd. És akkor már is kezdjük a meccsel, a hetedik helyért, Szent Mihály, Szeged, Újpest. Annyiban különböztek a helyosztó mérkőzések a korábbi mérkőzésektől, hogy ezúttal immár 20 perces mérkőzések voltak, jóval több lehetőség volt a csapatoknak, tehát hogy gólt szerezzenek, és Gut Renát révén meg is szerezte a vezetést a szegedi csapat, és aztán sikerült növelni az előnyt, Temesvári Tekla a gólszerző. Az Újpest próbált kapaszkodni, és végül is ez sikerült nekik. Megvan a szépítő találat Gán révén, de egyelítene már nem sikerült. Hetedik lett tehát a szegedi csapat, és nyolcadik helyen végeztek az újpestiek. Két zöldfehér csapat egymás ellen az ötödik helyért. És a szombathelyek szereznek vezetés zöld felsőben, fehér nadrágban a szombathelyi csapat, fehér felsőben, zöld nadrágban pedig a Kóka együttese Fábián Dóra a gólszerző. 2-0 a mérkőzés állása. Ez a lövés ez elmegy a kapu fölött. Bíró teszi előre hosszan. Kun Barbara szerezte egyébként az első gólt. Egy fejes siklér Kingától. Továbbra is marad a kettő gólos különbség. Aztán itt a harmadik. Tóth Alexandra egy picit még hozzáér alig, hanem a labdához is. Ezzel becsapja a kapust. 3-0 után a Kókának sikerül a szépítés, és ez lesz a végeredmény. 3-1 arányban sütő góljával szépített a Kóka. A Kóka hatodik, a haladás pedig az ötödik. Mai nap az mondhatom, hogy szinte tökéletesen sikeredett. Amit vártam tőlük, a tegnapi naphoz képest is fejlődtünk, és úgy érzem, hogy most pillanatnyilag ez volt a realitás. Gólgazdag mérkőzéssel döntötték el a csapatok, hogy ki is legyen a harmadik. Az Eto, illetve az Astra immár harmadszor találkozik egymással. Ugyanígy jár majd a döntőbe egyébként a Diósgyőr, illetve az MTK együttes és Gerb teszi tovább a labdát. Krascsen is helyzetben, ellövi a kapus lába mellett, vezet az Astra együttese. Hogy bepörgött Farkas Katalin, egy potyagól, Sipos Lilla egyenlít, élesszögből adott lövését, a kapus úgy érzem bevédte. Sikerül ezúttal tisztázni a győréknek a saját kapujuk előtt. Erdész, megcsodálhattuk már a cseleit, még egy csel, egy lövés, gól! Bal lábbal, Erdész Fanni. És 10 másodperc se volt már hátra, amikor bepattan Gödé Brigitta lábáról ez a szabadrugás. Úgyhogy jönnek majd a büntetők. És hát így utólag elmondhatjuk, hogy két napi hideg élelemmel kellett készülni. Noha, az első büntető kimaradt, Krascsen és Csilla büntetőjét hárította az Eto kapusa, miként Süle Dóra is mellé bombázott. Ez viszont már bent van Gerb Mónika. Nem hibázta el a lövést. Csontos Zsanett egyébként az Eto kapujában, ezúttal Farkas Katalin a másik kapuban. Csötönyi is betalál. Ez az Astra büntető is bent van. És belövi Gödér Brigitta is, korábban Szabó Boglárka lőtte be, tehát 2-2 most. Most már 3-2. Véninger lövése után. 3-3,
Halászi Kinga. Rajta volt a kapus, 4-3-ra vezet az Astra. Sipos Lilla is magabiztos, 4-4. Középre lövi Godvár Katalin, 5-4. Bódai Viktória, 5-5. Mészáros Dalma a következő, hozzáér a kapus, sőt meg is fogja. Előnyben van az Eto csapata, mert hogy Csontos Zsanett büntetőt hárít, de elhibázza az Eto csapatából Sárosi Csilla is, Farkas Katalin is megfogja, úgyhogy nem dőlt el semmi sem. Ez könnyű zsákmány. Rozmis Gabriella góljával. 6-5, ha jól számolom. És jön akkor Bódai Viktória. Ez viszont kimarad. Farkas Katalin lesz a meccs hőse, aki javítja korábbi hibáját. Büntetőkkel nyeri. Talán jól számoltam, talán nem. Az Astra és megszerzik a bronzérmet. 2-2 tehát a mérkőzés, és büntetőkkel 6-5 arányban nyert az Astra csapata. Csak az eredmény miatt vagyok csalódott. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó torna volt. Mi egy kicsit nehezebb csoportban voltunk, mint a másik csoport, úgy érzem, többet kivett belőlünk. De azt hiszem, hogy bebizonyítottuk, hiszen 8 másodperc alatt kaptunk, az utolsó 8 másodperc alatt kaptunk háromszor is olyan gólt, amit ha nem kapunk, akkor sokkal előbb végeztettünk volna. Egy kis szerencse kellett volna, semmi más. Abszolút elégedett vagyok a csapattal. Fantasztikus, jó hangulatú tornán vehettünk részt. Majd még egyszer köszönünk a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, a Női Bizottságnak külön. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és azt gondolom, jól is ment a játék nekünk, hiszen bármilyen furcsa rendes játékidőben egyszer sem szenvedtünk vereséget a két nap folyamán. De azt gondolom, hogy elérte a célját a torna, abszolút minden szempontból. És akkor nézzük a döntőt. MTK, Diósgyőr, méghozzá egy érdekes közjáték, hogy nem tudta vállalni a játékot Szőke Nagy Kriszta, ezért Kresák Katalin, egy mezőnyjátékos állt be a diósgyőriek kapujába, de nem nagyon tették próbára a 20 perc alatt a fővárosiak, sőt a Diósgyőrnek voltak nagyobb helyzetei. Úgyhogy Vargának kellett megmutatnia leginkább a tudását, Varga Lucának. Egy-két ilyen előre ívelt labda és egy-egy védés. De összességében 4-5 helyzetnél sokkal több nem volt, amit meg kellett oldania a kapusnak. Úgyhogy nem volt gól, a rendes játékidőben jöttek a büntetők, aki kezdi, Pinci Anita. És hát Kresák Katalin vele szemben. Bent van a labda, 1-0. Szandu Bianca, a diósgyőriek játékosa, egyenlét. 3-3 büntető, és folytatódik tovább minden, hogyha esetleg bármi okból nem lenne döntés. Pabdóra kis szerencséje is volt, mert a kapufáról levágódó labda kifele is jöhetett volna, de aztán befele ment. Corina Olár. Ugye 5x2 méteres a kapu, és a büntetőt nagyjából 8 méter 23 centiről lövik a játékosok. Közben Olá Adrián is gólt szerzett, most Márkovics jön. Be a léc alá, úgyhogy lehet folytatni tovább. Ez is bent van. Senki nem hibázott még. Turányi Lilla szerezte a gólt, jön a másik négyes, Gabriele Veldman. És mert négyesek 4-4-re módosítják az állást, jöhet akkor az ötödik kör. Szabó Zsuzsa gólkirály az nem lesz, hiszen 4 gólnál megtorpant. És az MTK sem jut 5-re, mert jó irányba mozdult Kresák Katalin, úgyhogy a csapatkapitány Tóth Alexandra, ha belövi, akkor a Diósgyőr lesz a téli terem torna győztese, és belövi. Miskolci győzelem tehát itt Győrben, a DVTK
megnyeri a büntető párbajt, és legyőzi az MTK csapatát a fináléban. Alkalmi kapussal, de nagyon jó szervezettel, jó összjátékkal. A büntetőknél pedig higgadtabbak voltak. Hát nyilván nekik nem volt vesztenivalójuk, és megvárják Szőke Nagy Krisztát is, aki fél lábbal ugrál be oda középre. A Diógyőr a téli terem torna győztese. Még így a meccsevében azért csalódottak vagyunk, persze szerettünk volna megvédeni a címünket, de nem tragédia, abszolút nem tragédia. Tehát a bajnokságnak úgy megyünk neki, hogy döntőbe szeretnénk lenni, és meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Megbeszéltük, hogy szeretnénk, hogy többet lőni távolról, hát valamiért nem jött össze, nem tudom, nem így jött ki a lépés. Ezt nagy pályán is egyébként többet kéne alkalmaznunk, hogy többet lőni, mert ott is hiányzik ez. Szerintem a mérkőzés folyamán voltak percek, amikor ők is domináltak, voltak időszakok, amikor mi. Én úgy gondolom, hogy igazságos győzelem született, tehát attól függetlenül, hogy mi nyertünk, én úgy gondolom, hogy az utolsó pillanatig az MTK is beladott tényleg apait, anyait, úgyhogy de rendben van ez így. Úgyhogy örülünk, nagyon örülünk a győzelemnek, és gratulálunk az MTK-nak is, hisz nagyot küzdöttek. Éme akkor a végeredmény: MTK Diósgyőr Astra, Eto, Haladás Viktória, Kóka, Szent Mihály és Újpest. És akkor jönnek a külön díjak. Kis Mária a válogatott kapus edzője, Farkas Katalin Kittinek adja át a legjobb kapus címet. Nagyon sokan versenyben voltak egyébként ezért a címért, végül is az Astra kapusa kapta a legjobb játékos a címért, is sokan versenyben voltak, sokan versenyben lehettek. Oliveira Markovic, a diósgyőri játékos kapja a legjobb játékosnak járó díjat, Hérincsné Marko Adin a szövetségi kapitánytól, és Csertő Juhász Anita a női szakák vezetője Süle Dórának adja át azt a díjat, amiben viszont nem volt vita, hiszen 6 góljával kiemelkedett a mezőnyből. Így ezért ő lett a gólkirály, aki az interjúban arról is beszél, hogy mi volt az oka, hogy minden meccs után egy picit ápolni kellett. A válogatottnál kicsit begyulladt a combizmom, de 2 napig kezeltük, és hát nagyjából helyreállt a tornára, de így is vannak kisebb nehézségek, úgyhogy még kicsit fáj. Góllövésben nem nagyon gátolt, úgy láttam. Hát mindenképpen szerettem volna most is megnyerni a gólkirály címet. Hát úgy néz ki, hogy sikerült, és örülök, hogy ezzel a gólokkal segítettem a csapatomat. Lehúztuk úgy a tornát, hogy nem kaptunk ki rendes játékidőbe. Az, hogy a hetesekkel kikapunk, hát az lutri az egész. Tehát most igazából én a lányokat megdicsértem, mert jó álltak hozzá, élvezték a focit. Az, hogy a végére nem nyertük meg, hát ilyen az élet. Úgy álltunk neki, hogy nekünk itt már veszélyünk nincs, mi elkönyveltük tulajdonképpen már a második helyet, ugyanis már kapusunk se volt, egy mezőnyjátékos állt be a kapuba, és mondtam már, hogy élvezzék, amit csinálnak, aztán majd lesz, ami lesz. Hát mi a nagypályán is ugyanezt játsszuk, tehát rengeteget ütközünk, edzéseken nagyon sok 4-4-5-5-5 játék van, ahol kötelezően oda kell állni az ember mellé, és tulajdonképpen amit edzésen csinálunk, azt ugyanúgy megcsinálták, és nagyon jól lezárták az utat, a kapu felé vezető utat, tehát nagyon nehezen tudott az ellenfél kapura rúgni. Amikor a meccs előtt beszélgettünk, még az első meccs előtt, akkor azt mondta, hogy ez inkább egy csapatépítő tréning, mint egy fontos torna. Hát az arany építi a legjobban a csapatot, nem? Nem, szerintem a tegnap esti matek verseny az jobban építette. Tehát 3 csoportban volt nekik 15 feladat, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagyokat nevettek, és nagyon jól összekövácsolt bizonyos játékosokat. Voltak, aki épp most jött, meg akik esetleg nem voltak annyira nagy barátságban. Én nagyon reménykedtem benne, hogy nem fogunk gólt kapni. Próbáltam úgy védeni, ami szerintem sikerült is egy-egy úgymond bravúrt végrehajtanom. Aztán az az érdekes ebben, hogy meccs előtt pont mondtam az egyik csapattársamnak, hogy nagyon örülnék neki, hogy ha kihúznánk kapott gól nélkül, és büntetőkkel úgy nyernénk meg, hogy egyet megfogok. Amire ő annyit mondott, hogy álmodoz tovább, úgyhogy érdemes álmodozni. A Diósgyőr, tehát a kupagyőztes Kis László Nőbizottság tagja, korábbi kitűnő válogatott játékos adja át a serleget, Juhász Anita pedig azt az 1 millió forintról szóló táblát, ami azt is jelzi, hogy pénzt is kapnak bizonyos csapatok. 4,5 millió forintot osztott szét a Magyar Labdarúgó Szövetség a 8 résztvevő csapat között, a legtöbbet 1 millió forintot a Diósgyőr csapata kapta. Ez volt tehát a téli teremtorna összefoglalója, köszönöm, hogy velünk tartottak. Találkozunk a Jetszó Ligában, a viszontlátásra, viszontalásra, Meronka Pétert hallották.